Ismét eltelt egy év, és itt vagyunk az új év küszöbén. Úgy gondolom, hogy az új év köszöntő előtt egy pici leltárt kell készítenünk a 2015-ös esztendőről, hisz ez az év is meghatározó volt Komlóváros életében, hisz második évünk olyan, ahol a költségvetésünket úgy tudtuk elkészíteni, hogy nem szerepelt benne működési hitel felvétel. Itt, ha egy picit visszagondolok az előző 5 esztendőre, akkor az első évünk 3,5 milliárdos hiánnyal indult, és ezért úgy gondolom, hogy feltétlenül meg kell említenünk ezt a tényt, mert történelmi időszakokat élünk, hisz pozitív költségvetéssel dolgozunk, folyamatos állami támogatások mellett, és folyamatos Komló városában lakók támogatásával, segítségével tudjuk ezt a szintet fenntartani, hisz nem mehetek el szó nélkül amellett, a tény mellett, hogy az új ciklusban sem emeltünk adókat, de a szinten tartott adókat Komlóváros lakói, a Komlóvárosában működő vállalkozások tisztességesen, becsületesen befizették, melyhez az önkormányzat minden esetben pozitívan állt hozzá, annak érdekében, ha valakinek nehézsége volt, akkor több részletben tehetett eleget fizetési kötelezettségének. Hogy ezek a tények, hogy a költségvetésünk stabilan áll a lábán, reményeim szerint megmutatkoznak a városban a különböző fejlesztések területén is, hisz bármerre megyünk, bármelyik városrészben sétálunk, nem találunk olyan városrészt, hogy ne történtek volna valamilyen beruházási munkák az elmúlt esztendőben. A közintézményeink teljesen megújultak, és már csak egy-két épületünk van, amelyik nem esett át az alapenergetikai korszerűsítésen. Az alapenergetikai korszerűsítés egyben azt is jelenti, hogy megújultak a homlokzatok, megújultak a nyillázárok, ami látszik a város képen, egyre jobb képet mutat, egyre vidámabban tud az ember végig sétálni a városon, és nem azt látja, hogy leromlott épületek fogadják, ami alapjában is rossz hangulatot kelt. Az épületeink mellett igyekeztünk a közterületeinket is rendben tartani, a közterületi fejlesztéseket is elvégezni. Néhány jelentősebb munka, ami elkészült a 2015-ös esztendőben. Körtvélyesben befejeztük a Cserma utca teljes felújítását, elkészült egy felnőtt és egy játszótér, gyermekjátszótér, amely mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek kulturált szórakozási lehetőséget biztosít. Ha jövünk befelé Körtvélyes felől, Mecsekfalun is rendeztük az utak, közterületek részét, patkákat, vízelvezetéseket oldottunk meg, de a sorházakhoz vezető út aszfaltozása is megtörtént. Dávidföldön, Kökönyös nyugaton parkolók kerültek kialakításra, új szociális bérlakások mellett szakember lakások kialakítására került sor. Kökönyös keleten teljesen megújult a Vájár iskola utcai parkoló, a Gagarin iskola utca előtti közterület parkolóval együtt.
a belvárosban orvosi rendelő környezete került teljesen megújult. Ugyanezt történt a múzeum és könyvtár épülete előtt a Jánosi Engel Adolf szobor környezetében, de a Kossuth Lajos utcában a fodrászat előtti területen is teljesen új burkolatot kapott a nagyon sokak által használt járdaszakasz. A belvárosban még a templomtér a Nemzetiségi Klub előtt teljesen megújult és folytatódik az ANTS épülete előtti járdaszakasznak a felújítása is. Szilvásban is, Somágon is járdaszakaszok újultak meg, új növénytámfalak épültek, új közterületi padokat helyeztünk ki, egy picit korszerűsítettük a most már általam sportparknak nevezett városrészt, ahol mind felnőtt, mind gyerek kulturáltan tudja eltölteni a szabadidejét. Tehát így összességében azt mondom, hogy a Perem városrészeken is, Kisbattyánban, Mecsek Jánosiban, Gesztenyésben is történtek csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, tehát minden városrészen jutott kevesebb, nagyobb forrás arra, hogy ezeket a feladatokat elvégezzük, és emellett nagyon sokat fordítottunk arra, hogy közterületeink rendezettek legyenek. 2015 a rendezvényekben is bővelkedett, hisz ha a január végét nézem, a farsangi időszakban rendeztük meg nagyon nagy sikerrel az 5. kolbász töltő fesztivált. Utána a természetesen minden nemzeti ünnepünk alkalmával igyekeztünk méltó megemlékezéseket tartani. A nyarat pedig kezdtük egy hatalmas rendezvénnyel, ami ugyanolyan hatalmas sikert aratott, ez pedig a Komlói Amatőr Színházi találkozó, ahol az ország nagyon sok pontjáról jöttek amatőr színjátszók, és vitték Komló hírét az ország nagyon sok pontjára, és azóta is ez a hír csak erősödik. A nyarat úgy zártuk, hogy egy 21. országos polgárőr találkozóra került sor Sikondán, és itt is csak felsőfokú jelzőkkel ellátott dicséreteket kaptunk a rendezvény zavartalan, magas színvonalú lebonyolításáért. Úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk a Komlói Bányásznap rendezvényei kapcsán sem. Igyekeztünk méltóan megemlékezni erről az évtizedek óta tartott rendezvényről, amely több napos volt, nemzetiségi találkozóval és testvérvárosi találkozóval egészült ki. És talán az adventi időszak első nagyon nagy rendezvénye és nagyon nagy sikerű rendezvénye volt az, hogy Jolopuki, az igazi Mikulás látogatott el városunkban, és viszi a hírünket Lapföldre, mert ez is egy hatalmas sikerrel megáldott rendezvény volt. Tehát összességében elmondhatom a 2015 évről, hogy mind rendezvények, mind fejlesztések területén eredményes volt. Ami az igazi problémánk továbbra is, és még megmarad úgy látom hosszú távon,
az pedig a megfelelő munkahelyek kialakítása, a munkahely teremtések elősegítése. Az önkormányzat itt is élen jár abban, hogy támogassa a vállalkozókat a foglalkoztatás bővítése érdekében. Erre is sok millió forintot fordítottunk, és nagyon sok vállalkozást élt ezzel a lehetőséggel, és többletfoglalkoztatást tudtunk generálni. 10% körül tartjuk stabilan a munkanélküliségi rátát, úgyhogy 1000 ember dolgozik a közfoglalkoztatásban. Egy pozitív döntésről kaptunk értesítést, amellyel kapcsolatban úgy gondolom a városlakók többsége örömét fejezte ki, vannak ellenzői is, de pozitív döntés született 2015 évben arról, hogy Komló városában állami beruházásként megvalósul egy büntetés végrehajtási intézet, ahol 250 ember foglalkoztatása valósulhat meg az elsődleges munkaerőpiacon elég magas bérszínvonalú ellátás mellett, ami Komló városában létkérdés, és ezért tekintem én ezt a döntést 2015 évben a foglalkoztatás területén az elkövetkezendő időszakban egy pozitív, nagyon pozitív hatással bíró döntésnek, és fontosnak tekintem. Itt szeretném megköszönni a vállalkozóknak azokat az erőfeszítéseit, amelyeket tettek annak érdekében, hogy a foglalkoztatási létszámot megőrizzék, és bővítsenek. Ennek érdekében nagyon sok pályázatot nyújtottak be, és szinte azt mondhatom, hogy Komló városban működő vállalkozók 90%-ban pozitív támogatásban részesültek ezen pályázaton keresztül is, és ezzel is biztosították a folyamatos és garantált foglalkoztatást az elsődleges munkaerőpiacon. 2016 év induló napján, itt új év kezdetén azt kívánom Komlóváros lakóinak, hogy mindenkinek az álma otthon, a családban, a magánéletben teljesüljön. Ehhez kívánok nagyon jó egészséget, sok szerencsét, hitet és erőt a terveink, a közös terveink megvalósításához. Ehhez kérem az önök további segítségét, támogatását. Köszönöm szépen!